Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban Artner Anna Mária, a Hunren KRTK Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársa. A műsor támogatója a Hold, a hosszú távú megtakarítások szakértője. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Artner Anna Mária, egyetemi tanára, Milton Friedman Egyetem oktatója, a Hunren Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Kezdőcsoportom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. 16. alkalommal tartottak egy BRICS csúcs találkozót a tagjelölt és partner országokkal együtt, velük kibővítve Kazanyban. A vezetők a zárónyilatkozatok alapján politikai, meg gazdasági tartalmú nyilatkozatokat is tettek. Politikai szervezet a BRICS, gazdasági szervezet a BRICS, vagy semmi értelme a kettőt külön választani, mert nincs gazdaságpolitika nélkül, és viszont. Nagyon jó a kérdés, és ahhoz, hogy ezt pontosan megválaszoljuk, először tisztáznunk kell, hogy mégis milyen világból érkezett ez a kezdeményezés. És fel kell idéznünk nagyon röviden az emlékezetünkben a kapitalista világrendszer kialakulását, annak szoros kapcsolatát a kolonizációval, a világháborúkkal, az imperializmussal, amelyet, hogy más ne idézzünk, Oswald Spengler is megállapított, hogy ilyen jegyekkel rendelkezik ez a világrendszer. Majd a második világháború utának a koloniális rendszer összeomlására is emlékeznünk kell, amelyet azonban egy neokolonialista rendszer váltott fel, és létrehozott vagy megerősített egy hierarchikus világgazdaságot, amelyben az élen járó régebbi fejlett tőkés országok az Amerikai Egyesült Államok vezetésével gyakorlatilag minden előnyt learadtak, és amelyben a nemzetközi csere folyamatosan a fejlett országok javát szolgálta. A fejlődő országok már nagyon rég, a második világháború után elkezdtek megszervezni magukat, először 1955-ben Bandungban, majd 61-ben létrehozták Belgrádban az el nem kötelezett országok mozgalmát, aztán egy trikontinentális konferencia volt 66-ban, Kubában már elég harcos hangokat ütöttek meg, aztán a G77-ek csoportja, fejlődő országok csoportja, amely egy új nemzetközi gazdasági rendet követelt már 1974-ben. Tehát ez a mozgalom a globális dél részéről egyáltalán nem új keletű. Na most, ami a BRICS-t illeti, ebbe a sorba illik bele. Itt kihagytam egy időszakot, nagyon fontos, hogy a szocialista rendszer összeomlása után egyedül uralkodóként vezette a világgazdaságot az Amerikai Egyesült Államok, tehát megerősítette ezt a hierarchikus rendszert. Megszűnt a KGST. Megszűnt Igen. És közben elindultak olyan folyamatok a periférián egy olyan országban, amely megint csak nem kapitalista ország, kommunista párt vezeti az államot, a kommunista párt irányítja a tervgazdasága, meghatározó, és azon belül használják a piaci erőviszonyokat, de nem uralkodik felettük. Tehát elindult egy hatalmas gazdasági növekedés onnét is. Nos, a egyéb országokban, mint egyéb nagy országokban, mint India és Brazília, Oroszországban is megjelentek bizonyos fejlődési csírák, amire kapcsán már 2001-ben a Goldman Sachs egy közgazdásza, bizonyos Jim O'Neill írt egy cikket, amiben felhívta a figyelmet ezekre a nagy piacokra, Brazília, Oroszország, India, Kína, és ő adta tulajdonképpen ezt a rövidítést nekik, hogy BRIC, akkor még BRIC-ről volt szó. Nos, hogy ezért te, vagy másért, vagy a realitásokra válaszolva, orosz kezdeményezés. Először 2006-ban egy ENSZ közgyűlésen ültek össze, akkor még csak hárman, Oroszország, India, Kína, majd aztán csatlakozott hozzájuk meghívásra Brazília, és 2009-ben meg hivatalosan is létrehozták az ő kooperációs fórumukat, ami mindenfélével foglalkozik, hogy már közelítsek a kérdésére adott válaszhoz gazdasági és politikai kérdésekkel, és aztán 2010-ben csatlakozott hozzájuk Dél-Afrika, így lett BRICS belőle. 2024-től, tehát 23-ban döntöttek róla, és 24-től további négy országgal bővült ez a klub,
Irán, Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, és Etiópia is része, és most ezen az új csúcson, ami egyébként eredetileg úgy volt, hogy Brazíliában kerül megrendezésre, de Brazília vállalta a G20 csúcs megrendezését is, pár hét múlva kerül erre sor, ezért átadta ezt a lehetőséget Oroszországnak. Itt folytatták az együttműködést, és ami a tagországokat illeti, már korábban, már 2024 nyarán döntöttek arról, hogy nem lesz új tagfelvétel, hanem új formát fognak adni a tagországi, vagy az együttműködésnek, és létrehozták a partnerország státuszát, és ide 13 országot vettek fel, 3 afrikait, 4 ázsiait, Törökországot köztük, 2 latin-amerikait, Kubát, Bolíviát vették föl, és ezzel az egész tömörülés hát tulajdonképpen 22 tagországra szélesedett. Mit akar a BRICS? Alapvetően folytatja azt a vonulatot, amit a fejlődő országok kapcsán az imént vázoltam. Nagyobb beleszólást szeretne egyrészt a nemzetközi globális ügyek intézésébe. Másrészt, és alapvetően azért szeretné ezt a nagyobb beleszólást, mert úgy gondolják, hogy nekük is joguk van a fejlődéshez, és bizony ez a rendszer, ez a globális kapitalizmus, vagy globális imperializmus, ez hátráltatja az ő fejlődésüket nagyon sok úton, módon. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az országok egyöntetűen egyet értenek abban, hogy milyen módon kell a gazdaságot és a társadalmat vezetni. Nem. Pont abban értenek egyet, hogy mindenki saját maga határozza meg a társadalmi-gazdasági berendezkedését, de a nemzetközi kapcsolatok segítő módon kell, hogy ebben a fejlődésben közreműködjenek, nem pedig olyan módon, mint az Amerika Egyesült Államok és szövetségesei teszik, hogy gyakorlatilag fegyverként használják most már gazdasági hatalmukat, elsősorban az amerikai dollárt, de fegyverként használják a fegyvereiket is, tehát 750-nél több amerikai támaszpont a világban, amelyik ország neki nem tetszik, ott azt megpucsolja, színes forradalmakkal akadályozza meg, vagy törli el azokat a rendszereket, amelyek neki nem tetszenek, és állít olyan rendszereket, ami az ő zenéje szerint táncol. Tehát ez ebből különböző mértékben, különböző oldalokról a globális délországnak elege van. Ugyanakkor minden egyes országban található olyan gazdasági erők és olyan politikusok, akik szívesen fönntartanák a korábbi viszonyrendszert, ezt hívják úgy komprádor burzsóáziának, vagy komprádor elitnek, amely a fejlett országokhoz fűződő kapcsolataikból tudnak gazdagodni, onnét húzzák az előnyeiket. Na most kérdezte, hogy miért hogy Etiópia hogy jön a képbe. Hát ezek, hogy mi szerint választanak, azt igazán én se tudom. Nem lehet, hogy ez egy földrajzi alapon, aki... Biztos az is, ugye most Algériát, Nigériát, Ugandát vették fel Afrikából, ugye Törökország mellett, Ázsiából, Kazasztán, az ASEAN országokból, a nagy Indonézia, Malajzia, Tájföld lett partnerország, Belarus természetesen úgy szintén, és Üzbegisztán is. Azt hiszem, így el is mondtam akkor a 13 országot, ami partnerország lett. Látszik a földrajzi kiegyensúlyozottságra való törekvés, de még egy, hogy kiegyensúlyozottak legyenek, hogy nagy és kis országokat is fölvesznek. Szocialista orientációjú, mert ugye Kuba, vagy Vietnám, és nem szocialista országok, akár ugye iszlám, tehát az iszlám nagyon Indonézia. Sok. Indonézia, vagy Irán, ami egy teokrácia, ugye az a korábbi tavalyi kibővülésnek az eredményeképpen. Ezzel is demonstrálja ez a tulajdonképpen ez egy klub, tehát ez nem egy szervezet, ez egy konzultációs fórum, ahol célorientáltan lehet
közös konzultációt elindítani, amihez lehet kapcsolni projekteket, programokat, közös szervezeteket, ha akarják. Semmiféle statútuma nincsenek a szervezetek, nem is szándékoznak egyelőre ilyet létrehozni. Nincsen központi szervezete, amely még egy központi titkársága sincs. Valaki azt mondta, hogy ez nagy hátrány, de én azt mondom, hogy ebben is egy új típusú ez a szerveződés, hiszen az ENSZ-ben is rengetegféle országban együtt, és ugye ott is valami módon együttműködnek, és nem olyan szervezeti alapon, hát az ENSZ-nek persze megvan a szervezete, de ott ugye nem az dominál, hogy megmondják az országoknak, hogy mit tehetnek és mit nem, illetve pont az az érdekes, hogy amiben mindenki egyetért, hogy megmondani az országoknak, hogy mit tehetnek és mit nem, azt az ENSZ nem tudja kikényszeríteni. És a BRICS-nek pontosan az egyik célja, hogy az ENSZ elvein működjön, az ENSZ elvei legyenek hatékonyak a nemzetközi kapcsolatrendszerben, és ugyanakkor a fejlett országok élőkön az Egyesült Államokkal ne használhasson gazdasági, politikai fegyvereket másokkal szemben. Azt mondta a csúcstalálkozón a kínai elnök Xi Jinping, hogy a csoportnak a globális gazdasági kormányzási rendszer reformjának élére kell állnia. Mi az a globális gazdasági kormányzási rendszer? Miből áll? Hogy működik? Mi a technikája? Ennek egy összeállt rendszernek kell lennie, hogyha a kínai elnök azt mondja, hogy ezt meg kell reformálni. Igen, hát ez egy összeállt rendszer, ez a Bretton Woods-i rendszer. Egyébként a záró nyilatkozatban, amely az egy általános elveket, meg bizonyos munkacsoportokat és kezdeményezéseket felsorol záró nyilatkozat, ott is az első pont az ez a globális kormányzás megreformálása. Megint visszautalok, 1974-ben az UNCTAD keretében nyújtották be a G77-ek az új világgazdasági rendirányi igényüket, az a globális kormányzás megreformálására irányult. Tehát a Bretton Woods-i rendszer, amit azt kell tudni, Bretton Woods-ban hozták létre a Nemzetközi Valuta Alapot, a Világbankot, amelyek hát a nemzetközi pénzügyi rendszer irányítására hivatottak. Létre akartak hozni egy kereskedelmi szervezet is, de az csak később jött létre, pont azért, mert szervezetként nem volt érdeke az Amerikai Egyesült Államoknak létrehozni a nemzetközi kereskedelmet irányító vagy befolyásoló organizmust. Na most ehhez tart, tehát később azért létrejött a GATT, illetve hát abból szervezet lett 1995-ben a WTO, világkereskedelmi szervezet formájában. Aztán itt vannak a regionális integrációk is, amelyek regionálisan játszanak szerepet, de globálisan nem. Tehát azt mondhatjuk, hogy az IMF, a Világbank, a WTO és az ENSZ, ezek a nemzetközi kormányzásnak a kisebb-nagyobb befolyással rendelkező szervezete. És azt mondják, hogy nagyon rég, ez sem új keletű, nem a BRICS-szel kezdődött, nagyon rég, és más országok is hangsúlyozták, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa is már egy vicc, hogyha így akarunk fogalmazni, hiszen olyan országokat tartalmaz, Franciaország és Egyesült Királyság személyében, amelyeknek sem gazdasági, sem politikai súlya már nem ér fel azon országokéval, akik kívül vannak. Tehát azt mondják, hogy a biztonsági tanácsba be kell emelni a többi BRICS tagot is, ugye, mert Oroszország és Kína az benne van, sőt az Afrikai Uniót is, tehát az afrikai országok egészének az érdekét képviselő, vagy hangját megszólaltató Afrikai Uniót. Az IMF-ben és a Világbankban a gazdasági súlyának megfelelően kell szerepelni az irányító testületekben, illetve hát a szavazati jogokkal az országoknak, nem pedig fenntartani a túlsúlyát a fejlett országoknak, legelsősorban az Amerikai Egyesült Államoknak. Bocsánat, tehát, hogyha jól értem, ők nem egy alternatív, egy másik szervezetrendszert kívánnak létrehozni, hanem a most meglévő súlypontjait akarják a maguk felé kiegyenlíteni. Most én azért kezdtem azzal, hogy nézzük meg, hogy milyen világrendszerben vagyunk, mert
anélkül ezeket a mozgásokat megérteni és értékelni nem lehet. Csak perspektívájában lehet megérteni ezeket a folyamatokat. A konkrét lépéseket lehet, hogy nem fogjuk érteni, vagy nem tudjuk a következő lépést megmondani. Arról van szó, hogy van egy világrendszer, amely előregedett. Már a 20. század elején minden elemző, aki ezzel foglalkozott, Oswald Spenglert említettem, de említettem volna Lenint is, vagy utána később a világrendszer elmélet, Samiramint, stb. De nem is kell hozzá tudósnak lenni, csak meg kell nézni, hogy mi zajlik ebben a világban. Ez fenntarthatatlan így. Van egy előregedő rendszer, egy előregedő, úgy szokták mondani, hogy hegemón, aki abban az értelemben előregedett, hogy a rendszer maga már nem tartalmaz olyan felhajtó erőket, amely akár a legkisebb mértékben is segíteni a világot az előrehaladáson. Már csak a hátrányok jelentkeznek. És ebben a hanyatlásban, mint minden társadalmi rendszer esetén, a korábbi uralkodó a státuszkó fenntartásában érdekelt, és mint látjuk, mindent el is követ az Amerikai Egyesült Államok, hogy ezt a státuszkót fenntartsa. Na most a teljesen természetes dolog, hogy megjelenik. Ez megakadályozhatatlan, hogy megjelenik az ellenerő, hiszen egy rendszerben, ha ellentmondások vannak, akkor ezek az ellentmondások dolgoznak. És ez az ellenerő objektíve áll szemben az Amerikai Egyesült Államok által vezetett világrend mechanizmusaival. Ők azt mondják, mindig hangsúlyozzák, és ez szándékaik szerint így is lehet, és így is a logikus, hogy nem senki ellen nem irányulnak, hanem csak szeretnék a saját fejlődési lehetőségét megteremteni, és hogyha őket kizárják, mint ahogy az Amerikai Egyesült Államok több országot, nagyon sok országot szankciókkal kizár, vagy korlátoz a nemzetközi gazdasági rendszer vonatkozásában, akkor nekik meg kell teremteniük azokat a mechanizmusokat, amik hozzásegítik őket ahhoz, hogy egymás között kereskedjenek, mert kérem a dollár, az nem csak az Amerikai Egyesült Államok és mondjuk Oroszország közötti kereskedelemben domináns, hanem más ország, Oroszország és más országokkal, Oroszországnak más országokkal folytatott kereskedelmében is. Helyben is vagyunk, de Donald Trump már most azt mondta, hogy aki megpróbál a dollárt leváltani, az 100%-os vámot fog a nyakába kapni. Igen. És a világkereskedelem talán 98%-a megy dollárban. Igen. Tehát igen, bizonyos áru csoportok esetén igen, feltétlenül. Na most ez az, ami nem is hagy más lehetőséget az Amerikai Egyesült Államok. És tulajdonképpen aki a rendszernek a vezetője, mert ez lecsatlakoznak a szövetségesei, nem hagy más lehetőséget az országok számára, mint hogy új megoldások után nézzenek. És ez a nemzeti valuták fokozott használata, ami aztán kiegészülhet azzal azokkal a megoldásokkal, amiket a modern információs technológiák adtak nekünk, ezeket a blockchain-ben fog kereskedni Kína, Indiában? Igen, tehát ilyen, ez benne van a pakliban. Létrehoztak ugye egy nemzetközi fejlesztési bankot, amit Dilma Rousseff volt brazil elnök vezet. Ez ennek keretében is, ezt egyébként 50 milliárd dollár alaptőkével hozták létre, úgyhogy látjuk, igen, látjuk az ellentmondást, de itt is elhangzott ezen a tanácskozáson Dilma Rousseff szájából, tulajdonképpen számolót tartott a fejlesztési bank tevékenységéről, hogy arra törekednek, hogy a nemzeti valutákat nagyobb mértékben vonják be a bank működésébe, finanszírozásába és hát a hitelezésbe is, amely ugye a fejlődést hivatott szolgálni. És hát ugye a kétoldalú kereskedelemen, akár Kína, Szaúd-Arábia, Oroszország, Kína, India, Kína, már több megállapodás született, részben vagy egészben a kereskedelmet nemzeti valutákban, vagy az egyik ország nemzeti valutájában, vagy ugye kölcsönösen a valuták, nemzeti valuták használatával számolják el. Tehát ez igenis egy új nemzetközi pénzügyi rendszer, vagy alrendszer kialakulásához hoz vezetni, és ennek kapcsán merült fel az, hogy hát ugye digitális pénz, a kriptovaluta technológia használatával lehet ezt megoldani, hogy a nemzeti valutákat úgy számolni el, a kifizetéseket
úgy hajtani végre, hogy ez végül is nemhogy nagyobb tranzakciós költségekkel járjon, ugye szoktuk mondani, hogy a valuták átváltása milyen tranzakciós költségekkel, hanem még kevesebben járjon, mint mondjuk a SWIFT-en keresztül kereskedni, hiszen hát mindenki, ára. Kedves hallgatók is tudják, hogy hát nem csak, hogy ára van, de hát, hogy micsoda fantasztikus technológia, oda tartom a telefonomat valahova, és már fizetek is, tehát már most itt vannak a digitális technológiák, még a hagyományos rendszerben is. Na most ezeknek egy másik algoritmust adni azért nem olyan újszerű és nem olyan nehéz dolog, amióta a kriptovalutáink vannak, és ezek a blokklánc technológiák, úgyhogy ez benne van a pakliban. Most az oroszok létrehoztak már egy ilyen rendszert, és hát így felkínálták, be is mutatták a BRICS-en, de a BRICS csúcson, de nagyon jellemző módon, hát ezeket a lehetőségeket felkínálják a többieknek, ez lehet csatlakozni, illetve ilyen, hát ez nem, a csatlakozás azt jelenti, hogy a rendszerbe bekapcsolódni, ez nem azt jelenti, hogy bármilyen módon ez orosz rendszer lenne, csak hát valakinek ők fejlesztették ki. BRICS Pay, BRICS Bridge-nek hívják, tehát nemzetközi, tehát a fizetéseket is, a nemzetközi átutalásokat is tudnák kezelni, és a későbbiek folyamán jó lenne, hogyha ha tartalékolásra is föl lehetne használni, és hát természetesen hitelezésre is. Mindenki azt hitt, hogy itt lesz egy nagy áttörés, hogy most aztán a BRICS elindít egy új fizetési rendszert. De nem lenne más algoritmus a BRICS, ha ezt megtette volna. Ez egy nagyon diverzifikált csoportosulás. Hiszen olyan ellentétek is vannak, mint mondjuk India és Kína között, a határvédek, Arunachal Pradesh, ugye a régi keletű probléma, ugye 1914-ből a McMahon vonaltól származik, ugye India és hát tulajdonképpen a britek által. Konfliktus, mert nem lőnek, hanem botokkal mennek egymásnak, hogy ne halljon meg senki. Igen, tehát hogy mondani, ez így van, de azért ez egy állandó feszültséget jelentett, és a legutóbb néhány éve között is ez felizzott ez a konfliktus, de tudja, mit csináltak. A BRICS előestéjén megállapodtak. Közös határellenőrzés. Igen, hogy ugyanazon a gyakorlatilag létező vonal mentén most befagyasztják a konfliktust, és nyitottak arra, és hát ezt előbb-utóbb meg is kell oldani, hogy békésen megoldják. Tehát pont azért, hogy ne akadályozza őket ez az ellentét abban, hogy együttműködjenek a BRICS keretében, vagy gondolhatunk, hogy Irán és Szaúd-Arábia közötti közeledésre is, amit azt szoktam mondani, hogy Kína menedzselte, van aki azt mondja, hogy emögött is az oroszok voltak első lépésként, de mindegy is, tehát példát mutatnak a tekintetben, hogy félretenni bizonyos konfliktusokat annak érdekében, hogy sokkal fontosabb dolgokban együtt tudjunk működni, ez persze hosszú út vezet idáig, de a BRICS-ben ez úgy néz ki, hogy alaptétel miért? Ha nem az lenne, akkor joggal mondhatná bárki, hogy miért csatlakozzak én egy másik rendszerhez, ami ugyanolyan, mint amit most tartozom, és ugyanúgy majd meg lesznek a hátrányai, miközben maga az, hogy én egy másikhoz is csatlakozom, már az konfliktusokat szül. Bocsánat, az nem merült föl, hogy valamelyik nagy pénzét kezdjék el használni? Mondjuk a kínaiakét? Pont azért nem. Ezért nem? Pont azért nem, mert ugye ez újabb kiszolgáltatottságot jelentene. Tehát itt mindenképpen annak számára, aki nem a saját pénzét használja. Tehát ez egy nehezen megoldás valóban a nemzetközi pénzügyi rendszer a kezdetektől fogva küzd ezzel a problémával. Ugye először volt aranystandard, amikor az aranyt vették alapul minden valuta esetében, hogy annak az értéke, a valuták, tehát a valutáknak az értékét aranyban, az arany meghatározott mennyiségben fejezték ki, hogy így stabilizálják a rendszert, stabilizálják a valutákat, nem működött belső okok miatt, erről is egyszer lehetne beszélni. Aztán jött a Bretton Woods-i rendszerben, ahogy megteremtették, mert ugye ez a másik fontos jellemző, amit az előbb kihagytam, vagy épp nem jutottunk odáig. Itt teremtették meg tulajdonképpen a dollár hegemóniáját, hiszen 1971-ig a dollár volt a kulcsvaluta a világgazdaságban, hiszen annak rögzítették az értékét az arany egy meghatározott mennyiségében. Na most 71-ben Nixon felmondta az arany, a dollár aranyra való beválthatóságát, mert ennek fenntartása nagyon sok terhet jelentett az Amerikai Egyesült Államoknak. Ez megint egy hosszabb történet, izgalmas és tanulságos, de most erre nincs időnk. Viszont megmaradt
addigra már kiépült, és így megmaradt a dollár vezető szerepe a befektetésekben, a nemzetközi kereskedelemben, a tartalékok között. Tehát pillanatnyilag mondjuk a tartalékok, a 59% globális tartalékok, a devizatartalékok 59%-a van dollárban, mondjuk 20% euróban, talán 6% a kínai yenben, és akkor jönnek a reszlik. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ez 70% fölülről indult, mármint hogy a dollárnak a részesedése a tartalékok között. És még azt sem szabad elfelejteni, hogy tulajdonképpen ezek a valutára, ez a valuták megoszlása, de ha az összes tartalékeszközt veszük, akkor az aranyban való tartalékolás meg megnőtt. Tehát objektíve van egy elfordulás a dollártól, a dollárnak egy csökkenő, nem is mondjuk, hogy elfordulás, ez sem olyan, hogy direkt elfordul valaki tőle, hanem ahogy jön fel Kína, meg más gazdaságok, Oroszország, India, Brazília, úgy csökken óhatatlanul egy előregedő rendszernek a súlya a nemzetközi kereskedelemben. És szóba került már az első részben Etiópia. Hát Haile Selassie császár óta tudjuk, hogy Etiópia mindenek előtt, persze, de Etiópia azért nem egy nagyon gazdag ország. Mi dolga van egy ilyen feltörekvő szervezetben? Jó helyen van? Az a kezdeném, hogy megint hangsúlyozom, hogy objektív folyamatok zajlanak, a BRICS csak megjeleníti ezeket. Minden globális délhez tartozó országnak helye van itt. Különösen, és akkor itt jön, hogy miért lehet az, hogy Etiópia az elsők között csatlakozhatott teljes jogtagként, a nagy történelmi civilizációknak. És hát Etiópia, ugye 2-3 ezer éves, vagy talán régebbi civilizáció, amely gyakorlatilag soha nem volt gyarmat, tehát ez kiemeli talán még egy kisebb országról mondható ezzel, de az biztos, hogy ez kiemeli az afrikai ország sorából. Hatalmas potenciákkal rendelkezik, ez is több mint 100 milliós ország, amelyet akkor tud csak kihasználni, hogyha megfelelő gazdasági szuverenitás, illetve infrastruktúrális és egyéb fejlesztési segítséget kap. Mert sose feledjük el, a kevésbé fejlett ország, vagy elmaradott ország, vagy fejlődő országok fejlődéséhez óhatatlanul külső segítség kell. Forrásokat kell bevonniuk külföldről, a legelsősorban meg kell akadályozni, hogy forrásaikat elszivattyúzzák a nemzetközi kereskedelmi és befektetési csatornákon keresztül. Például azzal a módszerrel, hogy csak nyersanyagot vesznek tőlük? Például azzal a módszerrel, vagy alacsonyan feldolgozott nyersanyagot, és akkor ugye azt is alacsony áron, de meg a kitermelésben is külföldi vállalatok vannak, tehát ők lehet, hogy learatják a profitot valamilyen módon a transferárék segítségével, de az ország ebből nagyon keveset, ha egyáltalán profitál. Tehát ennek a potenciák felszabadításához egy más típusú fejlődésre van szükség. Na most ez az, amiben Kína, a kommunista párt által vezetett, tervszerűen működtetett Kína olyan tapasztalatokkal rendelkezik, és már olyan termelő kapacitásokkal, olyan technológiai potenciákkal, amelytől egyetlen fejlődő ország, sőt fejlett ország sem tud eltekinteni. De bocsánat, Kína nem olyan, hogyha segít, akkor azért a végén kéri a kikötő tulajdonát? Nem. Hogy most nem? Nem csinálja ezt, ezek legendák? Amikor azt mondtam, hogy az egészet muszáj vagyunk, hogy az imperializmus, a hierarchikus virágrendszer, a hegemónia elemeivel keretezzük, akkor azt azért mondtam, mert itt minden elemében érződik ez a hegemónia, a média és az információára másként. Ugye szerkesztőnek nem kell mondanom, hogy a szankció, vagy az ukrán háború óta milyen információs forrásokat zártak el az európai közvélemény elől, az európai közvélemény elől, ami állítólag egy olyan országcsoport, ahol a szólásszabadság az egyik szent tehén. Tehát Kína ellen, mint ahogy mindig is ez volt egyébként a hidegháború idején is, a nyugaton a keleti szocialista ország, vagy a riválisok ellen mindig is egy torzított információs kampány volt életben, és ez most is így van. Ennek hatalmas irodalma, egyébként csak egy pici szorgalom kell az internet korában, és bárki minden ilyen hírt ki tud nyomozni, hogy hol született, van-e mögötte valami, és mi a valódi igazság, azt egy kicsit talán nehezebben, de ahhoz meg vannak szakértőink. Tehát az afrikai országok viselkedése,
a legjobb érv az ellen, hogy Kína ugyanazt csinálja, mint az Amerikai Egyesült Államok, vagy az európai volt gyarmatosítók. Nagyon szívesen látják a kínai befektetéseket. Kína mindig állami szinten beszéli meg először az ott országokkal, hogy mi lesz és mit szeretnének. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nézd, igen, nekem jó lenne ez, meg ez, meg ez, mondjuk a nyersanyag. Mit szeretnél, mit építsünk neked? Tehát azt nem csinálja, hogy tulajdonba vesz ország részeket. Tehát akkor ez egy úgynevezett fake news. Bocsánat. Ha én önnek egy nagyobb összeget kölcsönzök. Akkor a lakásomra jelzálogat tud tenni. Hát azt mondom, hogy de az nem egy, nem egy örök dolog. Ne legyen ha visszafizetem, már. Akkor azért visszaszáll. Így van. Így csinálja így Kína? Van, pontosan. Tehát ez csak is közel akkor történik. Hát vagy hogyha van olyan is, hogy mondjuk például a Pireusi kikötőnek ugye a nagyobb részét megvásárolta Kína, de ez Görögországban van. Azóta nagyon jól működik a Pireusi kikötő. De ez mert egy üzlet. Ami az enyém, azt eladhatom bármikor így van, bárkinek. Na most ez a görögöknek is jó. Na most nem. Tehát itt ez erről van szó, hogy előfordulhat olyan, hogyha valaki nem fizet, az benne lehet a szerződés, vagy hát amennyiben nem fizetsz, hát akkor figyelj, hát ne szaladj el a pénzemmel, ezt az IMF, bárki is így csinálná, illetve az IMF mondjuk úgy kezd egy más kérdés, de a magán hitelezésben ez nagyon gyakori. De ezt a részét ezt szeretik felfújni, ugyanis ami tapasztalható a kínaiak részéről Afrikából való behatolás, az olyan gyors és olyan látványos fejlődéshoz, és olyan nagy érdeklődést vált ki az afrikaiak részéről, hogy méltán féltik a pozícióikat a fejlett országok ebben a természeti erőforrásokban roppant gazdag régióban. Kell valami csúnyát mondani a kínaiakra, ez, hát ha elriasztja az afrikai országokat. Ez így is van, ez mindig is így volt, de ez nem lehet, tehát ez most a másik. Szerkesztő úr. Tehát tényleg vélemény buborékban élünk, bár az internet korában erre szerintem nincsen mentség. De hát azért annyi van, hogy nehéz, mert én is, ha kutatok, azért nehéz. Mindenütt azt fogja találni, egy visszhangszobában vagyunk, tehát valahol beledobnak egy információt, azt megírja egy-két sajtóorgánom, és attól kezdve azt mondja, de hát mindenki ezt mondja. Hát hogy mondhatsz te mást? Rengeteg ilyen, én például a pont Kína kapcsán az ujgurokról folytattam ilyen kutatást, és hát kristálytisztán látszik ez a fals információknak a termelése, hogy ez hogyan zajlik. Tehát Kínában. Na most az, hogy egyes beruházások Kínában, mert vannak természetesen magánvállalatok, hogy ott milyen körülményeket jelent a dolgozókra nézve, az természetesen lehetséges, hogy kritikára adok ott. Meg megint azt kérdezem, szerkesztő úr, hogy ezt azok mondják, akik 15 millió embert hurcoltak el annó Afrikából. Átjönnék a mi kontinensünkre egy picit. Törökország, a NATO tagja. A NATO egyik legerősebb hadseregének birtokosa és irányítója. Mi érdeke fűződik a BRICS-hez, amikor hosszú-hosszú évtizedek óta az Európai Unió irányába tart, csak nagyon lassan, és nagyon sok akadállyal? Az Európai Unió minden jel arra mutat, hogy soha nem fogja fölvenni Franciaország, Németország ellenkezése miatt Törökországot a NATO-ba. 60-as évek óta törekszik erre. A NATO-ban benne van? A NATO-ban ott a második legnagyobb hadserege van, de hát valahogy olyan beáldozható tagországnak tűnik a NATO és a USA számára Törökország, amennyiben ő maga is egy önálló politikára, valami stratégiai szuverenitásra törekvő ország, egy regionális hatalmi pozícióra törekvő ország, van is rengeteg regionális szála és regionális problémája, hát az egész ugye iszlám világ, vagy a török volt, török országokkal való török gyökerekkel rendelkező országokkal való kapcsolatában való érdekeltség. Tehát ő maga Törökország egy köztes pozícióban van, de azért azt hozzátenném, hogy a politika a gazdaságvezeték 98%-a inkább a nyugatorientációt. Hát nem azt mondja, választja, hanem hát onnét jön. Tehát
Recep Tayyip Erdoğan politikája tulajdonképpen kicsit kilóg a belpolitikai súly, a belpolitikában nagyobb súlyt élvező irányvonalból, de mindenképpen egy olyan igényt jelenít meg, ami talán egyébként a néptömegekben jelentősebb, én azt gondolom, hogy a világ, hogy Törökország nagyobb szerepet játszhatjon, nem csak regionálisan, de akár nagyobb lehetőségeket is juttassa a gazdaságát azzal, hogy mint azon országok felé, ahol a jövő gazdasági dinamizmusa van, amit már az IMF-nek a vezetője is elismer, illetve hát figyelmezteti erre a világot, hogy minden elemzés azt mutatja, hogy az elkövetkező évtizedekben a növekedés súlypontja Kína, India, Oroszország, Brazília, tehát ezek, és egyáltalán a feltörekvő országok oldalára fog átcsúszni, már most is tulajdonképpen ott van. Na most hát kihez érdemes egy felvilágosult politikusnak, aki tényleg hazát akarja szolgálni, kihez érdeke csatlakozni? Természetesen nem lecsatlakozni senkihez, hanem minél több szálon tartani fenn és építeni kapcsolatokat annak érdekében, hogy az ország fennmaradjon ebben a turbulens világban, már mint gazdasági pozícióját vagy politikai pozícióját tekintve, hogy fennmaradjon, illetve hát növekedni tudjon. Az új iráni elnök azt mondta, hogy a fejlődés érdekében meg kell fontolni a technológiák egymás közötti megosztását. Ez elképzelhető volna, hogy mondjuk a technológiában a világélvonalába magát felküzdő Kína bárkivel is megosztja a technológiáját, hiszen a technológia kidolgozása iszonyú pénzbe kerül. Kína meg beletette ezt az iszonyú pénzt, ezt ő a BRICS-en belül odaadná bárkinek? Ugye megint a kérdésben magában benne van ez a piaci szemlélet, amitől nagyon nehéz megszabadulni. Hát a kínaiak azért tudnak üzletelni. Tehát Kínában egy jelentős kapitalista szektor van, amit a kommunista párt által vezetett állam ellenőrizés és korlátoz. Tehát addig is ott lehet játszani, amíg azt a kínai állam megengedi. Ez az egyik dolog. A másik, a kínaiaknak van víziója. Őnekik van víziója. Víziójuk, és ementén haladnak előre. Tudatosan stratégiákat, hosszú távú terveket alkotva haladnak előre. Ebbe a vízióba tartozik bele az, hogy az Amerikai Egyesült Államoktól elfogadjuk, hogy neki az a küldetés tudata, hogy mindenütt a szabad piacot és a liberális demokráciát kell elültetni, és azt őrizni. Ugye ez a hivatalos álláspontja az amerikai külpolitikának, és hát úgy tűnik, hogy ez komolyan, valamennyire komolyan is gondolják, hogy ez az ő küldetésük a világon. Hát Kínának is van egy küldetése, nem az, hogy uralkodjon bárkin, de hát, hogy a fejlődés, az emberiség fejlődés, ez a jólétet, azt igenis most már tudja szolgálni Kína eddig, és a továbbiakban is persze a saját lakosságának a jólétét, de hogyha tud, akkor segít másoknak is. Hát természetesen, hogy ez neki is érdekel, hiszen minél jobban fejlődik a világ többi része, annál jobban tud fejlődni Kína is, hiszen nincs attól gyümölcsöző, mint hogyha különböző országok különböző képességekkel együttműködnek, és szinergikus hatás révén fejlődnek. Tehát bocsánat, csak azt kell mondani, hogy vannak, természetesen vannak a befektetéseknek nyilván van költséghaszon elemzése. De itt Kína mindig arra törekszik, hogy win-win szituáció, hogy mind a kettő nyerje, mert nyerjen ő is, persze, hát miért veszítene? Hát akkor hol lenne Kína, ha olyan buta lenne, hogy veszíteni, hogy nem vette volna figyelembe, hogy egy beruházáson nyere vagy veszít. De fontos, hogy a másik is nyerjen. Tehát az a szemlélet, amely azt sugallja, hogy Kína is csak egy olyan, mint Amerika, az honnét jön? Hát a nyugati világból. Tehát ez világos, nem is tudnak máshogy gondolkodni, mint úgy, hogy a másik is pont olyan, mint én vagyok. Mindenki csak hatalomra törekszik, mindenki csak el akar nyomni másikat. Miért gondolják? Hát azért, mert mindenki magából indul ki, tanították meg nekünk már az óvodában. Én sem tudok abból kitörni, hogy nehéz elképzelnem, hogy Kína mondjuk odaadná az irániaknak az elektromos akkumulátorgyártás, vagy az elektromos gépjárműgyártás technológiáit. Azt igen, hogy oda exportál,
és megkéri az árát, akármennyit is, de hogy technológiákat adjon át, amiket évtizedek alatt elképesztő pénzből, a maga erejéből fejlesztett ki, és most a legjobbak a világon, hogy ezt csak úgy odaadja. Ez borzasztó nehéz elképzelni. Tehát nem tudom átugrani azt a gátat, hogy hát tényleg üzletben gondolkodom. A kínaiak ezek szerint át tudják ezt ugrani? Nem tudom, hogy pontosan az üzleti tárgyalások hogy zajlanak, de a dolgnak két szintje van. Van egyszer, hogy egy magánvállalat a piaci versenyben védi a saját technológiáját. Van egy másik, hogy van egy állami kutatás és fejlesztés, aminek vannak eredményei. Ezt állami szinten meg lehet osztani, megfelelő tárgyalási alapon egy másik országgal a bizonyos mértékig meg lehet az. Na most egyébként miért ne lenne érdeke? Kérem, az elektromos autógyártásban lehet, hogy a BYD vezető a világon, de hát még nincs mindenkinek elektromos autója. Hát kérem, 8 milliárd ember van a Földön. Afrika 2 milliárd. Hatalmas piac. De ha mindenki hatalmas tud gyártani, akkor nem lesz annyi az ára. Ha én is tudnék gyártani látja, de elektromos autót, nem tud kilépni nem ebből a profit. Így van. Tehát ugye mindenképpen itt a profit szempont uralkodik az öngondolkodásán is, ami egy nagyon fontos dolog, mert a piacgazdaság itt van velünk, és Kínában is nagy részt itt van, és azt nem lehet egyelőre negligálni, viszont második helyre lehet tenni. Tehát egyébként nem csak és Kínától eltekintve, Európában is, Amerikában is, a népi mozgalmak, nem tudom, hallott-e arról, hogy a világ szociális vagy világtársadalmi fórum mozgalma. Ezt az egyik vezető szlogenje az volt, hogy people's not profit. Tehát, hogy az emberek az elsők, vagy people's first, not profit. Tehát az emberek az elsők, nem a profit. Na most ez a gondolkodás most nem jellemző, vagy nem jellemző a nyugat irányítóira, mert ott kizárólag egy dolog számít, hogy profitábilis legyen egy vállalat. Na most ez nagyon fontos kérdés, amikor gazdaságról beszélünk. Amikor gazdaságról beszélünk, akkor tulajdonképpen ezt a sublimált tőkelogikát értjük rajta, amit a neoklasszikus közgazdaságtan révén átvettük, mert a gazdálkodás egyfajta vállalati gazdálkodás, legyen profit, de a gazdálkodás az nem ez. Politikai, gazdaságtani szempontból kell nézni az egészet. A gazdálkodás az adott közösség, inkább egy ország népességének, a életének minden szempontú újratermelését jelenti, és ebben messze nem csak profitorientált tevékenységek vannak. Hát gondoljunk bele, az egész állami szféra, az egész civil szféra, az egész adminisztráció, a közlekedés, de ezek nem profitorientált tevékenységek, költséget figyelembe kell vennünk, mert költségek vannak, de nem azért működteti őket az állam, vagy működtetjük mi magunk a háztartásunkban, vagy a szomszédnak, nem azért segítünk, vagy a közös kiskertetben a füvet nem azért nyírjuk, mert profitot szeretnénk ebből nyerni. Tehát a profitorientált gondolkodás a másik megközelítése annak, hogy miért is jön létre egy ilyen új szerveződés, mint a BRICS, amely nem azt mondja, hogy gyerekek, ugye, akkor szervezzük a gazdaságot úgy, hogy nekem profitábilis legyen, persze nekem Kínának, meg Oroszországnak, vagy esetleg neked is, hanem azt mondja, hogy nézzük meg, hogy miben tudunk együttműködni, mi mindannyiunk számára előnyös. És ez az együttműködés azért jön létre, mert a fejlett országok élünkön az Amerikai Egyesült Államokkal fegyverként használják a saját maguk által kimunkált gazdasági csatornákat arra, hogy a saját elképzeléseik szerinti gazdasági társadalmi rezsimeket hozzak létre az országban, és ezáltal tulajdonképpen kiszállják, hát ugye nem csak Venezuela, Irán, Oroszország, Afganisztán, ezek mind Kína természetesen szankciókkal sújtott országok, Oroszország több 10 000 szankciót sújtja. És ezt látják az országok, bármelyik pillanatban az CIA tevékenységéről tudnának mesélni Afrikában, Latin-Amerikában rengeteget. Tehát a puha és kemény eszközökkel soft and hard power, mondja az angol kifejezés, gyakorolja a hatalmat az Amerikai Egyesült Államok minek érdekében, annak érdekében, hogy az ő pénzügyi rendszere továbbra is fennmaradjon, és ezt is egyfajta fegyverként használja, azért, hogy profitábilisan működhessenek a vállalatai, illetve, hogy a súlyosan eladósodott
amerikai költségvetést finanszírozni lehessen. De mi a BRICS ideológusainak, ha van ilyen elképzelése az ideális állapotról, hogy kiegyenlítődik a rendszer, és ugyanaz, nem most nagyobb súlyt képviselnek a világgazdaságában, hogyha a BRICS országainak teljesítményét összeadjuk, mint az összes többi, nem? Hát nagyjából ez már kiegyenlítődött. Hát ott az asztalnál, tehát ha szorosan véve a BRICS, mondjuk azt szokták mondani, hogy a vásárlóerő paritáson a világ GDP-nek a 35-36%-át képviseli, ami nagyobb, mint a G7-ek, tehát a legfejlettebb ország csoportosulásának a részaránya. De akik ott az asztalnál, és a eredetileg a BRICS mondjuk a földlakosságnak 45%-át képviselte, igen, na de akik ott ültek az asztalán, azok már a népesség 57%-át képviselték. India ezek a legnépesebb ország. Igen. Kína, Oroszország, igen, a legnagyobb. És a világ GDP-jének meg már 46-47%-át. Úgyhogy való igaz, hogy ha az egész globális délt egybevesszük, akkor sokkal jelentősebb, mint a fejlett ország. De itt nem csak ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezeknek a fejlődő országoknak, vagy a globális dél országainak az erőforrásaiból lett gazdag a globális észak, tehát a fejlett országok által vezetett csoportja, és a mai napig ebből származik a gazdagsága. Tehát súlyosan, finoman fogalmazok, tévednek azok a közgazdászok, azok a közösségi elméletek, amelyek a fejlett országok teljesítményét önmagukon mérik. Mert hogyha leválasztjuk róluk a fejlődő országoktól származó jövedelmeket, az onnét kivont jövedelmeket, nyersanyagokat, emberi és természeti erőforrásokat, akkor a gazdagságok messze nem is lett volna ilyen, mint amilyen. De ezzel visszamenőleg van bármit kezdeni való? Tehát nem, mondja a BRICS, szó se róla, én csak ezt azért mondom, mert azt mondtam önnek, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy valami hova megy, tudnunk kell, hogy honnét jön, és milyen perspektívája van. A perspektíva a következő. Minden ország saját szuverén joga megválasztani, hogy milyen gazdasági társadalmi berendezkedése van. Pont. Ez egyébként az első Ázsia-Afrika találkozón Indonéziában Sukarno által összehozott találkozón is megfogalmazásra került, sőt még előbb az India-Kína közötti megállapodásban Nehru és India között, hogy tehát ez tulajdonképpen a békés egymás mellett élés politikának az egyik alapja, vagy minden, de nincs, ez a szuverén, mindenkinek szuverén joga meghatározni, hogy milyen a gazdaságtársadalmi berendezkedés, és ebben nincsen beleszólás. Ettől kezdve nem érdekes, hogy valaki szocialista orientáció, kapitalista, hogy liberális, hogy gazdaságpolitikát folytat, vagy államközpontú pontút, vagy esetleg egy teokrácia, vagy hogy iszlám, vagy hogy keresztény, vagy hogy nem érdekes. Még Afganisztánnal is együttműködnek, ugye, ami ugye egy ilyen botrány. Ahol a talibán van, mert kérem, én ugye azt tanultam, hogy gyerek, hogy üsd a rosszat, még rosszabb lesz. És egyébként, hogy talibán van az az ország, az a népesség, ezt tudta kiharcolni. Ha ott a többség nem a talibánokat akarná, akkor már egy polgárháborúval a talibánokat meg lehetett volna, mert hiszen ők maguk is tulajdonképpen saját jogon vívták ki, kérem szépen ezt a hatalmat, tetszik nekünk, vagy nem, milyen jogon mondjuk mi azt ismerjük egyébként annyira. No, de a BRICS egyébként ebben a második napi záró dokumentumában megemlíti azt, hogy hát elvárja, hogy tiszteletben tartsák a nők oktatásban való részvételi lehetőségét, és visszaállítsák Afganisztánban. Tehát ennyit azért ugye megengednek, mert egyébként az egész dokumentumon végighúzódik a nők szerepének a kiemelése és pártfoglalása. Tehát visszatérve, még ha ilyen is az a talibán rezsim, kérdem, ha elvesszük a tartalékait, mint hogy nekik is zárolták a tartalékot, akkor segítjük az Afganisztánban élő embereket, akkor jobb lesz az életszínvonaluk. Vagy azzal segítjük, hogyha elmondjuk azok dolgokban a véleményünket, ami nagyon
zavar minket, hogy mi egyébként úgy gondoljuk, hogy a nőknek jogot kell, vissza kell adni, mert volt joguk a talibánok előtt tanulni, tehát ezt vissza kell adni, de egyébként azt keressük, hogy hol lehet együttműködni annak érdekében, hogy talán így demonstratíve a hatásunk is nagyobb lesz, hiszen egy beszorított, ellenségként kezelt emberre sem tudunk hatást gyakorolni, csak ha nyitottan lépünk fel, és hát a gazdasági fejlődését is elősegítjük. Úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a meghívást. Az elmúlt egy órában Artner Anna Mária egyetemi tanára, Milton Friedman egyetem munkatársa és a Hunren Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.